amit akkor produkáltunk, elég színvonalas volt. Nem volt könnyű megnyerni, mert volt ott két olyan mérkőzés, ahol oda kellett állni, és dolgozni kellett, és oda kellett tegyük magunkat a győzelemért. Volt az elődöntő és a döntő. Azt hiszem, hogy az a két mérkőzés az már annyira jó szinten volt, hogy a közönség élvezte. Ezen kívül még van 4 aranyérmem, ugye 4 országos bajnoki címem, de én azt mondom, hogy a legelső az volt nekem a legszebb és a legemlékezetesebb, mivel hogy hazai környezetben szereztük meg az első helyet, egy olyan közönség előtt, amelyik még azóta még nem látta még az országban egy ilyen közönséget. Ha visszaemlékezünk 10 évvel ezelőttre, az egyedüli csapat volt a 12 csapat közül, aki talpa vette át a labdát, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos technikai elem a futszálba. Azt is hozzá tehetném, hogy volt egy-két begyakorolt figuránk, és természetesen az akkori bajnoki címben a hazai pálya előnye is, az a fantasztikus szurkolótábor, amik főleg a döntőre összeverődött, az azt hiszem pótolhatatlan, tehát egy játékossal mindig azt mondom, hogy többen voltunk, mint az ellenfél csapata. A csapat erőssége azt hiszem, hogy az összetartás. Egy baráti társaságon alapult, és egy bizonyos biztonságot adott ez nekünk. A csapatban az összetartás az nagyon nagy volt, és tudtunk küzdeni egymásért. Székelyudvarhely lett a futszál fellegvár, egyedüli csapat, aki annak idején részt vett a 12 csapatos döntőbe is, folyamatosan mindig részt vett a bajnokságba. Utána még sikerült szuperkupát nyerni, 2 bajnoki címet. Szeretnék azt mondani, hogy nem nagyon sokat változtunk 10 év alatt, de ez egy kicsit azért nem igaz. Nekem különösképpen jobb volt ez a találkozás, mivel most az utóbbi 2-3 évben, akármelyik csapatban, ahol vagyok, válogatottnál, vagy Vásárhelynél, vagy valahol, mindig én vagyok a legidősebb játékos. Most Szabó Zolin kívül én vagyok a legfiatalabb játékos, úgyhogy én alig vártam ezt a találkozást, hogy én is egyszer már lehessek fiatal játékos. Próbáltam nosztalgiázni, jó magam is ebbe az ingbe volt a döntőbe, ebbe a nyakkendőbe is. Lám-lám még rám jött, de hát úgy érzem, hogy próbáltunk 10 évre visszamenni, jól is esett, de pillanatnyilag még nem érzem és nem látom a játékosokon se, hogy 10 évet fiatalodtunk is. Remélem, hogy a 15-ösön is mindenki itt lesz. Én voltam az a játékos, az a csapatkapitány, aki egy országos kupát fölemelt. Most mondtam is a fiúknak, hogy a kupa ugyanolyan súlyos, csak én élettem gyengébb egy picit fizikálisan.